A Tatai és térségbeli Lovas Életfejlesztő Szövetség a hétvégén rendezte meg a hagyományos mihálynapi lovasünnepet, táltos és lóvoda napot. A látványos lovas felvonulás idén is a Kálvária dombról indult egészen a Lovardáig, ahol a Menner Bernát Zeneiskola fúvósai fogadták az érkezőket. Ezután került sor az ünnepélyes megnyitóra, majd a lovas áldásra. 10 órától a Tatai Táltos Iskola díjugrató és díjlovas bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. A várostól 5 évvel ezelőtt kaptunk egy felkérést, kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy mi lovasok összefogva megmutathassuk magunkat, együtt kezelhessük az egyéb lóval kapcsolatos problémáinkat, és egy évben kétszer, Szentgyörgy napkor, amikor a Lábas Jószágot kihajtjuk, és Szent Mihály napkor, amikor a Lábas Jószágot visszatereljük, egyfajta rendezvény formájában, keretek között barátilag tudjunk beszélgetni. A Szentgyörgy nap az úgynevezett profi rendezvény, a nagy rendezvény, ahol 15-20 ezer ember tud szórakozni. A Mihály nap az a saját lovasainknak, a saját baráti köreinknek, és mint a nevünkben is benn van, hogy Tatai és térségbeli Lovas Élet Fejlesztő Szövetség, tehát a gyerekekre koncentrálódott rendezvény. A lóvoda nap tavaly is nagy sikert aratott a családok körében, így ebben az esztendőben is Tata valamennyi óvodája képviselte magát. A standon saját készítésű kézműves portékákat árultak, melyek megvásárlásával az intézményeket támogatták a szülők, vásárlók, érdeklődők. Most már második éve jelentünk meg itt. Tavaly évben, mint óvodások jelentek meg a fiaim, most már mint kisiskolások, de mivel tavaly évben is tetszett nekik, és vásároltak kis értékes kincseket, ezért idén is saját zseppénzzel érkeztek, és akkor ők már saját maguk vásároltak. Tavaly is voltunk ezen a rendezvényen, és igazándiból azért nagyon jó alkalom, mert hogy megismerjük a többi óvodában lévő óvónők, dadusnénik kézügyességét, hogy ők milyen technikákkal mit tudnak készíteni erre a vására, illetve szerintem az egész városnak jó, hogy bárki kijöhet, válogathatnak, a gyerekek jól érzik magukat, ha szép napos idő van, akkor tökéletesen jó ez. Az óvodák sátrai mellett lovas programok zajlottak, így Tászler Melinda szabadidomító bemutatója, western tánc bemutató, műhelymunka, ügyességi játékok, mesesarok, játékos vetélkedők. A Mihály napi lovas ünnepről hosszabb összeállítást szerdai magazin műsorunkban láthatnak.